A firenzei Uffizi képtár igazgatója azt szeretné, ha Németország visszaadna egy holland festményt, amit a náci katonák loptak el, még a II. Világháborúban. Eike Schmidt maga is német, a képtárnak pedig csak egy fekete-fehér fotója van a németalföldi Jan van Heysum Virágok vázában című képéről. A II. Világháború okozta sebek még mindig nem gyógyultak be a firenzei képtárakban. Az az újévi kívánságom, hogy ez a kép újra elfoglalhassa helyét a Pitti Palota Putti csarnokában, mondta az igazgató. Az olajfestmény 1824 óta lógott a Pitti Palota falán. Az olasz csendőrség kulturális örökségek védelméért felelős részlege szerint körülbelül 8000 műkincset raboltak el az országból a háború alatt. A hírekben szereplő firenzei festményt egy német katona küldte el a családjának katonai postával. A festmény jelenlegi birtokosa valószínűleg ennek a katonának a leszármazottja, mondta Luigi Spadari csendőr a lezredes. A festményt visszavásárolhatnák, de nem hajlandók fizetni érte, mert álláspontjuk szerint az az ő tulajdonuk.